Sziasztok! Én már itt vagyok, és várlak titeket az élőben. Hogyha esetleg van itt már valaki, szükségem lenne a visszajelzésetekre, hogy jól láttok-e, és jól hallotok-e mindent, úgyhogy írjatok nekem. Várunk még egy picit. Egyelőre még nem látom, hogy csatlakoztatok volna. Még várunk. Aha, vannak csatlakozók, oké. Kérlek, írjatok nekem egy kommentet, hogy minden rendben van, és minden jól látható és hallható. Egyelőre nem látok. Oké, szia, szuper minden. Köszönöm, Era, köszönöm a visszajelzésedet. Akkor köszönöm, lányok. Akkor vágjunk is bele a közepébe. Láthatjátok itt ezeket a színeket. Ezek nem másak, mint az aktuális új színes bézek, tehát színezett bézek. Amit ezekről kell tudni, hogy kettő az egyben, tehát alap és szín is egyben. Tehát úgy tudjátok használni, hogy igazából már a színt is rögtön föl tudjátok helyezni a körömlemezre. Egy géllak technikát fogok este nektek bemutatni. A 8 gyönyörű árnyalatból a 06-osat választottam nektek, és el is fogom kezdeni. Oké, megkérem, modellen fogok ma este dolgozni. Közben szeretném elmondani, hogy ha van az élőben kérdésetek, akkor nagyon szívesen válaszolok. Tegyétek föl bátran a kérdéseteket, és igyekszem az élő alatt megválaszolni. Tehát említettem, hogy modellen fogok dolgozni. Előkészítettem a körömlemezét egy 180x180-as fehér ninja reszelővel. Én ugye ezt nagyon sokszor el szoktam mondani az élők folyamán, hogy a 180-asnál erősebb reszelővel nem szoktam erősebb reszelővel előkészíteni a körömlemezt. Nagyon figyelek arra, hogy csak mattítsam a körömlemezt, és semmi esetre se vékonyítsam el. Elkészítettem egy gépi manikürt is, tehát ezt itt élőben nem fogjátok látni, de láthatjátok, hogy teljesen elő van készítve. Nagyon fontos, hogy gépi manikürt készítsetek, mert akkor tudtok nagyon szépen bőr alá dolgozni. Az előkészített körömlemezre fölviszem az előkészítő folyadékot, először a Nail Prep-et és a Bond Primert. Ugye a Nail Prep, mint vízelvonó funkcionál. Majd egy nagyon vékony rétegben, pedig ugye a tapadás elősegítőt, a Bond Primert fogom fölvinni. Nagyon figyelek arra, hogy a felvitel során bőrhöz ne érjek, jó? Bőr alá dolgozom, de igyekszem a bőrhöz nem érni, mert ugye ez egy ragacsos felületet képez a körömlemezre, ezért figyelek arra, hogy megkerüljön bőrre. Vagy a bőrre, igen. Na, akkor elő is veszem ezt az új bézünket, itt láthatjátok, ebből is a 06-os, tehát 8 árnyalat van. Itt láthatjátok, mennyire jó a sűrűsége, illetve a pigmentáltsága. Én ezt most úgy fogom használni, hogy nem a saját ecsetével, hanem egy kis lapocskára fogok kihelyezni ebből a színezett bézből, és egy szögletes zselés ecsettel, mégpedig a 04-essel fogom fölvinni a körömlemez felületére. Hogyha ezt az anyagot használjátok, külön szintelen bézre nem lesz szükségetek, tehát egyből mehet az előkészített körömlemez felületére. Rendkívül jó tapadása van, úgyhogy semmilyen más anyagra nem lesz szükségetek. Tehát nagyon figyelek arra, hogy nagyon vékony rétegben vigyem föl a felületre, úgyhogy bőrhöz ne érjen az anyag. Nagyon igyekszem figyelni. Oké,
tehát nagyon vékony rétegben, konkrétan belemasszírozom a körömlemeznek a felületébe. Oké, mehet be a lámpába. Közben, amíg köt, körülbelül 15 másodperc kötési idő nekünk teljesen elég az alapnak a kötéséhez. Majd fogok fölvinni még egy réteget, tehát ezt a tapadás miatt vittem föl és köttettem meg. Majd még egy vékony rétegbe fölviszem a felületre, és mindjárt meglátjátok, hogy miért. Oké. Egyelőre így hagyom, és nem köttetem meg. Ezt elrakom innen az útból. Egy picit rakok ide egy papírtörlőt, mert fogok használni egy ilyen nagyon szuper, és úgy tudom, hogy ez is egy teljesen új, ez a Glitter Mix Pink Purple. Ezt fogom ugye a hátsó részre fölvinni. Ehhez egy Art Paint vastagabb szőrű díszítő ecsetet használok. És bele lapogatom ugye a meg nem köttetett alapba. Jó, finoman rányomkodom, majd egy picit el is fogom mosni, egy kis átmenetet készítve. Belenyomkodom jól a felületbe, hogy teljesen jól tapadjon. Egy picit letörlöm az ecsetemről. Nem tudom, mennyire jól látszik, de talán így igen. Egy pici átmenetet készítek, és azt hiszem, hogy meg is vagyunk. Mehet be a lámpába. Ezt el is rakom, erre továbbá nem lesz szükségünk. Mivel egy átmenetet fogok készíteni, ugye ezzel a színezett bézzel, ezért szükségem lesz egy szintelen bézre is, ami nem más, mint a Builder Base 2020. Ebből is helyezek ki erre a lapocskára egy kevés anyagot. Oké. Előveszem újra a zselés ecsetemet, amit gondosan kitöröltem, ugye az előző színes bézt kitöröltem ugye az ecset szőréből, jöhet. Oké. Ami nagyon fontos, hogy ugye fölviszem arra a részre, vagyis a csillámos részre, és picit már kialakítom ugye az itt szükséges megfelelő ívet. Mivel ugye átmenetes lesz, és ezt említettem az elején, muszáj egy nagyon pici ívet készítenem ide a hátsó részre, hogy ugye el tudjam készíteni az átmenetet. És teljesen egyenletes, homogén legyen a felület. A vastagabb építő ecsettel ugye nem tudom teljesen egyenletessé és homogénné varázsolni a felületet, ezért egy nagyon vékony díszítő ecsetet, ezt gyorsan elkészítem, mielőtt elfolyna, egy vékony díszítő ecsetet használok, ugye, hogy teljesen egyenletessé varázsoljam a felületet. Oké, megkérem a modellemet, hogy fordítsa meg, hogy ugye gyönyörűen terüljön be, és mehet be a lámpába. Jó, megmutatom, melyik ecsetet használtam. Ezt a nagyon vékony, rövid szőrű S-es ecsetet használtam, és ezzel irányítottam ugye a megfelelő anyagmennyiséget a megfelelő helyre. Oké.
Hát körülbelül egy ilyen 15-20 másodperc kötési időt mindenképp várjatok. Hát még menjen be egy kicsit, még várunk. És ezt követően fogom elkészíteni ezzel a gyönyörű 06-os színezett bézzel. Oké. Jó, hát igen, újra törlöm az ecsetemet. Kis mennyiségű anyag. És körülbelül a csillámos résznek az egyharmadától fölviszek egy csúszó réteget, majd veszek föl egy nagyobb mennyiségű anyagot. Itt láthatjátok, oké, hogy jól lássatok. Majd lehelyezem, és ugye elkezdem teríteni az anyagot. Nagyon ügyelek arra, hogy ugye az oldalsó sáncoknál ne folyjon be az anyag. Tehát kialakítom a megfelelő keresztirányú és hosszanti cívet. Terítettem az anyagot, majd újra előveszem a rövid szőrű díszítő ecsetemet, és ugye teljesen, ahol ugye nem férek be a nagy vastag építő ecsettel, ezzel gyönyörűen beterelem a megfelelő helyre az anyagot. Jó, az átmenet az gyönyörűen elkészült, azért még picit igazítok rajta. És láthatjátok, hogy annyira jó, hogy tényleg nem folyik be az anyag, tehát nagyon szépen tartja a formát. Oké, meg is vagyunk, fordíts be kérlek. Gravitáció ereje 5-6 másodpercig, nagyon jó segítségünkre van. Fordítsd vissza, közben nem nekem egészen jól fókuszál. Itt még igazítok egy nagyon picit, szabad szélnél vékonyan. Oké, és mehet be lámpába. Oké, itt megvárjuk a teljes kötési időt, ami jelen esetben ugye 60 másodperc UV LED lámpában. Azért szeretem ezt az anyagot használni szalonban, mert igen, időhatékonyan lehet vele dolgozni. Hogyha nem raktok mondjuk ilyen csillámos kiegészítőket, akkor igazából nagyon gyorsan lehet vele dolgozni, illetve nagyon-nagyon rugalmas. Tehát azoknak a vendégeknek is ajánlanám, akiknek ilyen töredezésre hajlamosak a körmeik. Nagyon jó tapasztalatunk van arról, hogy nagyon strapabíró és nagyon rugalmas anyag. Oké. Na, meg is van a kötés időnk. Na, megpróbálok úgy fókuszálni, hogy teljesen jól lássátok. Itt látható, hogy teljesen egyenletes, homogén a felület. Semmi más dolgunk nincs, mint hogy ugye fölvigyem a felületre a fényt. Ami nem más, mint egy Master Shine Top. Nagyon közkedvelt a vásárlók körében ez az anyag. Én általában a rugalmas bézekre általában Master Shine Topot szoktam használni, mert nagyon rugalmas, tehát nagyon jól funkcionál ezeken a rugalmas alapokon. Tehát nem fog megrepedezni a felület, hanem tökéletesen tükörfényű lesz mindvégig. Na, azt se tudom, hogy honnan nézzem. Tehát arra figyeljetek, hogy teljesen egyenletesen homogén felületet képezve vigyétek föl a felületre a fényt is, hogy ez a tojásfény gyönyörűen látszódjon a felületen. Itt is használom még a vékony ecsetemet, hogy teljesen bőr alá tudjak dolgozni. Oké, azt hiszem teljesen egyenletes a felület, és mehet be a lámpába. Oké. Jó.
Közben amíg köt, tehát itt is azért UV-led lámpában én azért az 1 percet a toppoknál is mindenképp, vagy a fényeknél mindenképp meg szoktam várni, és nagyon ügyelek arra, hogy közvetlenül kötés után nem használok bőrápoló olajat, főleg nem ugye az épített vagy a géllakkozott felületre, mert visszamattítja a fényt, tehát erre mindenképpen figyeljetek, hogy hagyjátok kihűlni a fedőt körülbelül 1-2 percig, majd azt követően használjátok a bőrápoló olajat, hogy nehogy visszamattítsa ugye a fénynek a felületét. Oké. Na, közben, amíg még köt az anyag. Előveszem ezeket a gyönyörű színeket, akik esetleg később csatlakoztak, és nem tudták szemügyre venni ezt a gyönyörű béz színeket. Tehát most jelen pillanatban 8 új árnyalat van, tehát ezek közül tudtok választani, és tudtok nagyon szép gyors körmöket készíteni, géllakkokat a vendégeteknek. Jó? Oké. Na, akkor vegyük szemügyre közben az elkészült munkát. Tehát itt láthatjátok, hogy nagyon gyorsan el lehetett készülni. Tehát én még azt mondom, hogy túl gyorsan is készültünk el itt az élőben, de láthatjátok, hogy tényleg annyira gyorsan, időhatékonyan lehet dolgozni ezzel az anyaggal, hogy ugye alap és szín is egyben, hogy én azt gondolom, hogy akár 45 perc alatt is tudtok egy teljes szettet készíteni a vendégeteknek, ami nagyon tartós is lesz, mert nagyon rugalmas. Oké? Tehát így nézünk ki. Közben a többit azt ne nézzétek, mert azok már hamarabb elkészült körmei a modellemnek. Úgyhogy így nézünk ki. Nem tudom, mennyire jól látjátok, de jól látszik, hogy teljesen egyenletes és homogén a felület. Amiről még nem beszéltem, ami még nekem nagyon tetszik, hogy nagyon jól pigmentált. Tehát a pigmentáltságát tekintve, tehát nem látszik át ugye a szabad széli rész, és tényleg nagyon jól pigmentált, könnyen lehet vele dolgozni, és nem kell túl vastagon se fölvinni a felületre, ahhoz, hogy jó legyen a fedőképessége. Kinyitok még pár bész nektek, mert oké, kikenve láttátok, itt mondjuk ez egy pirosas árnyalat, megmutatok. Nézzétek csak ezt a gyönyörű kék árnyalatot, tehát azért ezzel is lehet ám nagyon szép dolgokat varázsolni. És még mutatok még egyet, ez a 01-es, és ez a gyönyörű narancsos árnyalat, tehát itt láthatjátok, hogy tényleg nagyon jól pigmentált, és megfelelő sűrűségű az anyag. Oké. Na, én azt gondolom, hogy mindent megmutattam ezzel az anyaggal kapcsolatban ma este nektek, tehát láthattátok, hogy én hogyan is használom. Egyébként teljesen mindegy, hogy a géllak alapoknak a saját ecsetét használjátok, vagy úgy használjátok, mint én ugye ezekkel az építő zselés ecsetekkel, teljesen mindegy. Igazából a technika az itt nem számít. Én csak azt szerettem volna megmutatni, hogy én nem feltétlenül mindig, de vannak esetek, amikor igen, nem feltétlenül mindig a géllak ecseteket szoktam használni. Köszönöm szépen, lányok, a mai figyelmet, és ne feledjétek, jövő hét kedden újra találkozunk. Szép estét, sziasztok!